Garantált volt hétvégén a minőségi, gyönyörű hangzásvilág és a csodálatos zenei élmény. A Szent Kereszt Katolikus templomba várták orgona és énekversenyre a város zeneszerető közönségét. Cegléden ez volt a negyedik alkalom, hogy hangversenyt szervezett három kiváló művész, Ecsedi Péter, Vukovics Edit és Dr. Rész Lóránt. A zenei eseményen Szatmári Gábor konferálta fel a műveket és mutatta be a művészeket, elsőként Dr. Rész Lórántot. A művész pedig Rész Lóránt, orgonaművész, zongoratanár, a nevelés tudományok doktora, a Jászberényi Palotási János Zeneiskola igazgatója, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, valamint a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének tanára. Dr. Rész Lóránt orgona kíséretével a világ legismertebb zeneszerzőinek művei csendültek fel. A hangverseny különlegessége az volt, hogy nem szabványos orgonaművek hangzottak el, hiszen sok volt az átirat. A többszörösen elismert Vukovics Edit énekművész és az ugyancsak számos elismeréssel büszkélkedő Ecsedi Péter fantasztikus élményt szereztek a közönségnek. Szóló és duett éneket is hallhatott a közönség. A koncerten Debussy, Bizet, Puccini és Liszt Ferenc művei, illetve azok átiratai csendültek fel, köztük az Ave Maria, aminek a templom meghittsége, közege még csodálatosabb hangulatot kölcsönzött. A koncertet az önkormányzat támogatásával szervezték meg.